Jajjajjajjajjajj, tengermély a tiszteletem, kedves nézőbarátaim, én Oscar vagyok, és ez itt nem más, mint a Resident Evil The Village végigjátszásomnak az első része. Na hát annyit kell tudni itt ennek a körülményeiről, mármint a játék megszerzésének a körülményeiről, hogy Spess barátom vette meg nekem ezt a játékot, mondván, hogy hát örülne neki, hogyha láthatna belőle egy végigjátszást, én megmondom, hát... Ha már így, akkor oké. Okay. Úgyhogy próbálok prezentálni most nektek egy végigjátszást erről. Nem tudok róla semmit. Ugye a hetedik részt azt annak idején végigtoltam, elég rendesen. Ezzel a játékkal némi technikai probléma azért adódott, ugye, ami a látószöget illeti, a kamera látószögét az alapból eléggé kicsi, de ezt egy ilyen mod manager, trainerrel meg lehet fejelni, szóval fel lehet venni egészen magasra. Viszont abban nem vagyok most biztos, hogy most először a trainert kell indítani, vagy a játékot is utána a trainert, vagy fordítva. De most megpróbálom először elindítani a játékot, és utána a trainert. És akkor azt hiszem, hogy úgy érzékelte nekem tegnap, amikor próbáltam tesztelgetni itt a dolgokat. Yep. Úgyhogy, hát akkor csapjunk is bele a lecsóba. Remélem, hogy jó lesz, élvezni fogjátok. És meg hát én is. Hát ugye a magyarítás az már elkezdődött hozzá csinálódni. Magyarosan megfogalmazva. De még odébb van, hogy ez teljesen befejeződjön. Hát valószínűleg az lesz, hogy próbálok koncentrálni, hogy miről szól, meg mik történnek, és ezt így nagy vonalakban elmesélem nektek. Legalábbis megpróbálom. Most még annyi plusz technikai nehézség az nem van egyébként, és akkor közben most már indítom a játékot, hogy miközben a játék megy, addig én nem hallom magam a fejhallgatón keresztül, mert valamilyen nem szereti ez a játék ezt a új fejhallgatómat, nem tudom miért. Most egyébként egy ilyen minőségi romlást is fogtok mindjárt a hangomban érzékelni, amit elindul a játék. Mert valamiért, nem tudom, felülírja a mikrofon beállításokat, akármit csináltam eddig. Na, aztán közben én is nézem ez az első ilyen fullos felvétel. Igen, ezeket hát lépkedjük. Ez ma használja a Quixelt, ja meg a Re-Engine. Resident Evil Engine. How you one hung? Alright. És akkor... Most ugrik a majom a vödörbe. Ja, most fogom elindítani a trainert. Jaj, várjál, csak közben... Jaj, ez elugrik. Nem olyan egyszerű. Várjál csak. Indítom a trainert. Igen, no mods installed. Igen, itt akkor át kell nézni. A trainer, azt mondja, trainer activated. Override fov, oké. Oké. Na, ha minden igaz, akkor most már a fov is rendben lesz. Na, hát itt nagyon a játék elején egy picit az irányítást, hogy belüljem. Ez persze segített ebben is, mert a sima, hogy a kamera szenzitivitit állítottam, akkor az konkrétan nem csinált semmit. Tehát ahhoz, hogy a kamera szenzitiviti legyen, tehát ez így nem csinál semmit, ezt a két értéket kell növelni, hát én 17-esre növeltem fel, és akkor így jó lesz. Jaj, felnyögtem az orsprémet. Na jó, akkor indítsunk egy new game-t, és hát standard az nekem szerintem bőven elég lesz. És akkor csapassuk. Ó, most hallom magam. De lehet azért, mert most az OBS is közben itt fut. Village of Shadows. Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father, who was hard at work. But the forest greeted them with a dark, cold silence, the bushes empty. Yet determined to find the berries, the rascal broke free from Mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine and under branch, and into the forest deep. Feeling strange eyes upon her, the girl recalled Mother's scary bedtime tales, and her throat became bone dry. Then the Bat Lord appeared,
He greeted her warmly and bit his own wing. "Come, child, quench your thirst," he said. So she drank the thick, dark blood and smiled with joy. Passing through the graveyard, menacing storm clouds loomed and the air turned bitingly cold. The girl was shivering in her thin clothes. Then a dark weaver appeared, and with a click of his fingers, crafted mist into a beautiful dress. "Come, child, warm yourself," he coaxed. So she clothed herself and smiled with joy. Across waters deep and ominous she went, hoping a boat she found would carry her home. But hunger's grip tightened and her heart grew heavy. Then the Fish King appeared and offered one of his many fins. "Come, child, eat your fill." And smiled with joy once more. Continuing on, she soon entered the forest's dark heart. Then an iron steed appeared, bearing a beautiful golden gear. The creature said nothing as the girl approached and snatched what she thought was another gift. The horse grew angry and summoned the other monsters. Terror filled the girl's heart as the wild wind rose around the beast. Mindegyik adott neki valamit, egyik az ételt, a másik az ruhát, harmadik megitatta. A ló az viszont nem akarta odaadni azt a kis izét ott a homblokán, azt a kis fogaskereket, de a csaj elvette, mert azt hitte, hogy az is ajándéka, ha is akkor itt olvassa a mesét. Ez az a csaj, aki az előző részben volt a barátnőnk. Gondolom, hogy akkor ugyanazt a karaktert fogjuk irányítani, ezt a férfit. Elaludt. What is with the creepy story? She's only 6 months old. Rot ijesztő egy mese. The woman at the store said it was traditional. A local tale. Besides, Rose doesn't seem to mind. Because she doesn't understand it, thank God. We moved here so that she wouldn't have to deal with any of that, remember? There's nothing wrong with my memory. Kicsit ijesztő. You're just being paranoid. There's nothing wrong with my memory. My dear love. But I'm not paranoid. I'm just cautious. Igazán most a múltbeli eseményekről beszélnek, amikor gyakorlatilag Miának hívták, ugye a csajt. Ugye megszállta őt az ördög. És akkor fejszívvel kellett szétverni a fejét. És emlékszel még, drágám, a régi szép időkre, amikor fejszívvel vertem szét a koponyádat? És itt van a babánk, de úgy látszik, hogy ezért mégiscsak túléltük, meg megszületett a gyerkőc, na igen, most a fov is megváltozott. Did you say something? Nothing. I'll put her down. Igen, igen, na hát így ez a jobb a fov. Ráadásul, hogy az egész testünk rendesen le van morázva. Na most még annyit engedjetem, hogy most áttabolok egyet megint, mert a hangerőt nekem feljebb kell vennem. Elveszem 100-ra. Jól halljam. Jól be fog fosni, hogyha valami történik. Na, itt van a apa lettem. Szia csöpségem. Majd megnézzük együtt a Blood végigjátszásomat, ha egy kicsit idősebb leszel. Na, azt mondja, hogy igen, majd létrehozunk neked egy profilt és feliratkozol a csatornámra, hogy egyért több legyen. Jó kis kenyér, nézzed. Nézzük meg anyucit, mit főz. Mit sütsz? Mama? Don't get too close to me when I'm cooking, babe. Na, ne haragudj. Mama elfoglalt éppen főzőcskél, ilyenkor jobb nem zavarni, mert a késsel még a végén ránk támad. Na, mi ez? F betűvel megnyomjuk. Banánpüré, meg ilyen rizs. Rizs szereált kell zabálni a gyereknek. ilyen pürészerű dolgok, hát gyerekkajákat sorolja fel. Igen. Ja, és mondja, igen, Ethannek hívnak, tehát hogy megkér minket ugye a Mia, hogy ne adjunk a gyereknek cukrot, illetve mézet. És gombát se. Okay. Nézzük csak meg ezt a fényképet. Hogy lehet ezt forgatni. Azt mondja, 2021. február 2.
Rose fél születésnapja, fél éves. Her birthday will be here before we know it. They grow up fast. Let's just enjoy it while we can. Hát igen, gyorsan fel fognak nőni. Mi magunk is úgy felnőttünk, mint a disznai a plosány. Oh, itt vannak a gyermek. Mia makes everything by hand, so this stuff keeps piling up. Cuccok. Várjál, hogy tudom magamnak állítani most hangerőt is egy kicsit, mert hogy magamat is állítom. Lehet, hogy a 100-as érték az kicsit magas lesz, elnézést. Visszaveszem olyan 76-ra, az jó lesz talán. Na, jó, nem fogok ennyit pöcsölni mindegyik epizód elején, nem kell megijedni. És mi be kell lőni a dolgokat. Na, jó, akkor lefektetjük a gyerkőcöt. Erre mi van? Mehetünk erre is. De ideig vittem egyébként el, hogy lefektettem a gyerkőcöt. It's like I said to your mom. That book's too scary for you. Ja, rohadt ijesztő egy book. Nagyon szépen megyünk felfele. Megnézzük a virágokat. Egész tényleg jól meg lett csinálva. Ja, és hát médiumon van egy csomó minden egyébként, szóval még ennél durvábbra is be lehet állítani a grafikát. Csak zuhanyzó van, nincs fürdő szoba. Nem tudja, hogy fürdőkád? Hú, nekem az a halálom. Meg az egy helyen van a WC-vel. Ez is furcsa. Jobb az, hogyha külön van. Na mindegy. Almost there, honey. Mindjárt ott vagyunk. Mézes madzagom. Aha, igen, ez lesz a gyerekszoba. És akkor Miával meg gondolom, itt fogunk hempergőzni nem sokára remélhetőleg. De azért még nézzünk be ide a számítástechnikai birodalomba. Na nézzük, csak azt mondja, hogy Mia és én megint veszekedtünk. Véletlenül megemlítettem, mi volt 3 évvel ezelőtt, mi történt, és rám förmett. Sikerült beilleszkedni az új életünkbe, Európában, és Rose-t szépen fel fogjuk tudni nevelni. De még mindig úgy érzem, hogy egy részem abban a pokoljukban, Louisianában maradt. Lehet lapozni. Jaj, majdnem leállítottam a felvételt, he. Ja, így lehet, akkor jó. Vigyázni kell. Igen, mert most ilyen, mindegy, technikai részletek. Mia nem szeret erről beszélni. De most komolyan felejtsünk el mindent, és tegyünk úgy, mintha nem történt volna semmi. Nem kéne szembenéznünk azzal, amiket átéltünk, és úgy nevelni Rose-t, hogy ez a fejünk felett lengjen egész életünk során. Ennyivel azért tartozunk neki. Tudom, hogy Mia is tudja ezt, különben nem förmett volna rám annyira a kórházban, hogyha nem érdekelni őt ez a dolog. Hát jó, na jó, tegyük most arra a kölyköt. Can't keep your mother waiting. She's scary when she's angry. Kérdezzük ide szépen. Plutty. There you go, sweetheart. Don't you worry. I'll be right downstairs. Daddy won't let those weird fairy tale monsters get you. Mi az meg a... ilyen mikrofon? De ha sír a gyerek, akkor a lent lehet hallani, és akkor jövünk majd fel segíteni neki. Na, igen, egyébként, ja. Googolni nem tudom, hogy lehet-e. Egy ilyen hirtelen megfordulás van az X-el. Nem tudom, hogy lehet-e googolni. Futni gondolom a shift-el majd lehet. A Rose kedvenc plusz állatai. It's not paranoia if they're really out to get you. Field Combat Situations, aha. Ja, ilyen, tehát ez egy ilyen fegyverkönyv. Hát, az biztos, hogy ha én is ilyen dolgokat éltem volna át, mint amit ez a fickó, ez a Ethan, akkor én állig felfegyverkeznék itthon. Bármikor ez így megismétlődhet, vagy valami. Meg őszintén szólva, én nem is maradtam volna Miával.
Ki tudja, hogy mi maradt benne abból a szörnyetek dologból, tudod? Igen, nem lehet lapozni? Aha. Jó, hogy így lehet lapozni, ha. Egyébként egy ilyen kis képes füzetre én is gondoltam a saját életemmel kapcsolatban, hogy létre kéne hozni, mert például a szüleimmel kapcsolatban nagyon sok minden csak a számítógépemen van meg, egy könyvtárban, meg egy külső Winchesteren, tehát hogyha ezeknek valami bajuk esne, így megsérülne, vagy valami, akkor rengeteg emlék az így megy a süllyesztőbe, és arra gondoltam, hogy így végignézném őket, tehát vannak videófelvételek, képi, anyagok, stb. És arra gondoltam, hogy, így a jobban sikerült képeket így kiragadom, elviszem egy ilyen nyomdába, és akkor készítek egy ilyen ehhez hasonló valamit, hogy ha bármi digitális robbanás történne, akkor legalább egy kézzel fogható fizikális valami legyen a kezemben. Hát sose lehet tudni. Na jó, mindegy, akkor menjünk le anyucihoz. Még egyszer ránézzünk a gyerkőcre, szépen alszik, jól van. Egyébként nem tudom, hogy így hogy a gyerkőcöket érdemes így a hátukra fordítani, mert hogyha most elhánynám magát szegény, akkor megfulladna, tehát szerintem ilyen oldalfekvést az jobb, de amúgy nem vagyok baba szakértő, csak én nem így fektetném le a gyerkőcöt. De majd egyszer, hogyha lesz nekem is gyerekem, akkor utána kell nézni ezeknek. Hát ha lesz. Nem sok esélyt látok rá. Eddig. Ó, milyen szép hímzés. Nézd meg. Jó, megyek már, mi a bajod? Jaj. Elnézést. Na, elkészült a leves. Sleeping like a baby. Úgy alszik, mint egy kis baba. That smells good. What's that? Oh, hands off, mister. It's churba de legum. It's a local recipe. Wow, you've gone full native, haven't you? Local wine, too. But if you're gonna keep sulking all evening, maybe you shouldn't have any. You really have to stop worrying. It's just finding you in Louisiana, the pregnancy, Chris moving us here, military training, it all happened so fast, you know? Well, at least we're all together. You, me, Rose. Now, everything's gonna Seriously, think we can just forget about what happened in Louisiana? It happened so long ago. I don't understand why you are so- Mia! Get down! Mia! What the fuck? Valaki nagyon a végünket akarja. Mia! Oh god! Chris? What the hell? Sorry, Ethan. No! What? You won't be yourself. Why? Felé lett volna benne az ördög, szerintem azért. Go move! All clear. Rose? What the hell are you doing with my daughter? Package secure, sir. Take him away. I said get your hands off her! Ethan, no. Get him out. Dishonored. Elvitt a Chris Redfield. Chris Redfield. Elvitt a gyermekünket. Valami szarság van. Ethan nem véletlenül fosott.
Hey, Doc. Hello, Mr. Winters. I've got your daughter's results back, and I'd like you to come in to talk about them. How about next Thursday, 4 o'clock? No problem. We'll be there. That was the doc. She'll see us next week. Hey, now. Think positively, all right? We talked about this. I know. We hardly talk about anything else. I keep telling you, it's not Rose that I'm worried about. Well, then what are you worried about? Look, she's gonna be fine. I just know it. What else matters? We matter, Ethan! You matter! You just Mia, what are you talking about? Is there something you're not telling me? Come on, talk to me. Damn it. I have to take this. Szóval Mia nem a gyerek miatt aggódott, hanem miattunk. Mármint Ethan miatt. Meg maga miatt. Hol vagyunk. Jó, ki van dolgozva a kéz. Jesus. A hóban itt fekszünk. De várj, most minket elszállítottak. About damn time. What's your status? Is the package safe? What are you talking about? Where's Chris Redfield? And Rose? Who is this? This is a secure channel. You are not authorized to walk over. Fuck. Valahol szállítottak minket, és valami balesetet szenvedtünk. Én erre tudok gondolni, hogy valami balesetet szenvedhettünk. Aha, és most megkaptam az irányítást. Igen, jó hideg van. Aha, igen, úgy látszik, hogy a C betű alá lehet, most már shift-tel meg tudok futni, nem? Még nem tudok, na mindig. Nézzük meg, mi ez. It's useless, használhatatlan. Azt mondja, hogy illuminate target record body, tehát hogy meg kell semmisíteni a célpontot, és a testet visszaszerezni, vagy biztosítani. Azt mondja, hogy biztosítani Rosemary Winters, igen, tehát hogy biztosítani kell Rose-t és Ethan-t, ugye, tehát hát Rose-t már szóval konkrétan szitává lőtték, minket meg el akartak szállítani. Ja, a C területre kell elszállítani minket további nyomozásért, tehát kutakodásért. Igen, és legalább két officer legyen velünk, tehát két rendőrtiszt. Igen, jó, hát annyi volt. Egy halott az itt van, a másik az meg gondolom ott bent. Van, nem? Tudok bemászni egy kicsit, megmelegedni? Nem igazán. De valahol a holteste itt kell, hogy legyen a másiknak is. Lehet, hogy ezt túlélte. És már elindult. Nem nagyon látok lábnyomokat. Az index az be van kapcsolva. Hát akkor induljunk el valamerre. Itt valami nyomot, mintha látnék. Mintha valaki erre jött volna. Valamit hallottam. Ti hallottátok? Az elemlámpát nem lehet lekapcsolni? Én biztos nem kapcsolnék lámpát ilyen helyzetben, ha csak nincs tök sötét. Ezzel körülbelül felhívom a figyelmet magunkra, hogy na, ide lőjetek. Szörnyek, ide jöjjetek. What the hell is this? Megy a felvétel közben. Do not enter, ne lépj be. Hát de muszáj, mert lefogy a seggem.
óvatosan úgy megvágd magad. Mondtam, hogy ne vágd meg magad. Uff, basszus. Úgyhogy C-vel lehet felállni. Aha. Sprintelni nem lehet? Haló. Atyaisten. Szörny hangot hallottam. Döglött madarak mindenhol. Mit keres ennyi döglött madár egy helyen? Érdekes, ez kísértetiesen emlékeztet a Louisianában történtekre, ott is hasonló helyen kellett menni. Csak ott egy ilyen mocsoros helyen. Durva lenne, hogy ugyanott kötnénk ki. Megyek, tökön passzuljon. Mi volt az? Egyértelműen humanoid kinézetű volt. Hát itt még olyan nagy bajunk nem esett, gondolom, itt azért nem fosok, mert mindig se fegyverünk, futni se tudok. Döglött halak, nézd meg. Fú, mi bűz van itt. Itt egy ház akarna lenni? Milyenek az útlevelét? Nem fogjuk megtalálni? Nem. Haló? Na és seprű. Csokolom, megjöttem. Na itt azért egy pár fokkal jobb idő van. Mik vannak itt? Kötél. Csak az egyiket tudom kihúzni. Csöpög a csap. Zárjuk el. Gyógyszer. Jó. Valami határozottan van fölöttünk. Róka. Jaj, kitömött állatok. Azta. Jó. De már nagyon, nagyon hasonlít a Resident Evil 7 kezdetéhez. Ethan helyében itt már fosnék. Ki ez a gyönyörűséges alak? Gyönyörűséges, menteni lehet? Vagy ilyen chapter-szerűen működik? Jaj! Valami. Tudok közelebb menni megnézni? Itt lehet menteni, vagy mi ez?
Tehát valami jelnek tűnik. Nem tudok valamit csinálni. Van véres folt van rajta. Új patkány. Véres padlón végigcsúszunk, yeah, ez az. Dagonyázzunk. Főleg, hogy nemrég vágtam meg az ujjamat is. Uá. Vérfertőzés, yeah. What did all this? Mi csinálta mindezt? Hát, jó lenne tudni. Szinte biztos, hogy nem ember volt. Na most már tudok futni, jó. Shift-tel. Jégcsapok. Climb over. Nem tudom, van-e stamina. Nem úgy látom, hogy lenne. Hell am I? Hol a pokolban vagyok? Megérkeztünk a village-be. Fú, mekkora kastély. Itt meg a falu. Ott látok fényeket. Van egy szélmalom is. Hát gondolom ez az egész területet majd keresztül kasul be kell járni. Fúha, na jó, hát akkor ideje elkezdeni. Hogy jutok itt le? Itt. Óvatosan le seggelünk. Jó, hogy magammal hoztam a GoPro-t, mi? Legalább fel tudom ezt venni nektek. Külön arckamera modult is vettem hozzá. Volt egy döglött ló van. Hú, ide bűzdik. Jó ég. Na, a GoPro 10-es, amivel most nyomom. Fú, ez nagyon büdös. Menjünk innen. Halló! Csókolom! Meghoztam a csirkét. Maybe they're out. Ez bizony zárva van. Easy to pick lock. Ez nagyon könnyű fel lehet törni. Hát oké. Okay. Akkor keresünk valami drótot, vagy nem is tudom, inventory az. I betű. Craftingolni is lehet. Aha. Mi van még itt? Family photo. Treasure. Items. Hát nincsenek itemek. Hú, viszont még gőzölög a leves, úgyhogy szerintem még nemrég ezek itt lehettek. Koszos csizma. Csókolom, van itt valaki? Van megint ez a gyönyörű festmény. Kitábrázol ez valami démoni nőt. De mi tört ez ki? Nézd már ide. Fú. Ott nem a ló volt. Vagy mely a ló az itt volt? Vagy valami elvitte a lovat? Valami elragadta? Isten.
A magvak kukoricának tűnik. Tehát ide kell egy ilyen kis fogantyú csörlőszerűség, amivel fel lehet húznia. Mi ez itt? A vödröt. Hát azért mondom, de elég koszos ez a falu. Miféle népségek élhetnek itt? Minden tiszta vér. Hát borzalmas disznóölés volt, hogy mi? Esküszöm nektek, nem tudom megmondani. A space-el, aha, igen, tudok így védekezni. Magam elé teszem a kezem. Nem létezel a szörnyeted. De hát, nem hiszem, hogy itt bármi zombi támadás érhetne minket, vagy vámpírok támadnának ránk, kizárt dolog, hát mégis ez a valóság. Na, itt van egy valami lakatszerűség, ezt nem menjek be. De én szeretnék bemenni. Akkor a mai világban már minden magánterület. Tököm ki van ezzel. Az Zemplini hegység fele is már magánterület, sőt háromnegyed része. Ember már sehova nem mehet kirándulni szabadon. Na mindegy, azért szerencsére rátaláltam erre a falura itt. Nem tudom, hogy hol. Kicsit eltévedtem, mert ugye a nyíregyházi izében sétáltunk még így az előbb, aztán letértem erdőben. Letértem egy ilyen kis mellékvágányra, aztán így találtam meg ezt a falut. Hát nem tudom, hogy most van. Eléggé kihalt az egész. Mondjuk nekem ez így tetszik, mert legalább jól be lehet barangolni. Zárva van a buli, lehet, hogy valaki épp használja. Hopp, 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 hopp! Józsi bácsi! Bújkálnak előlem. Hát ez mit csinál itt? Ez nem a lányunknak a plusz állata? Egész véletlenül? A rádiót be kéne kapcsolni. Tisztában legyünk a legújabb Covid hírekkel. Hopp, itt valami van. Hé, nem akarom bezárni. Hogy tudom kivenni? Valami van ott bent. Szerintem a felhúzó kar. Vagy nem? Ez a cső lefolyó. Lehet, hogy ez így a lefolyó cső? Ha. Jó, akkor... Ha megint ez a jel... Mi lehet ez? Ha. Érdekes. Na mindegy, hát menjünk tovább akkor szerintem. Elég fura egy falu ez. Egy csomó olyan tárgy van ebben a játékban, amiről azt gondolnám, hogy át lehet kutatni, vagy fel lehet venni, de nem. Itt hallok valami zenebonát. What happened? Mi történt? Hát én is ezt kérdezem. Mert mi ez a sok... ilyen kecske fej?
mondja, hogy a munkaállomás az jobbra van, temető balra, meg a ceremónia, ez is erre van. Hát, akkor nézzük meg a temetőt, csak az, hogy erre nem lehet menni most, ugye? De akkor meg kell kerülnünk. Jó. Locked due to missing home owner. Aha. Tehát a ház tulajdonosa elveszett, vagy hát eltűnt, és ezért zárva tartják ezt a kaput. Ó, egy élő csirke. It's locked, zárva van. Oké. Hú, ez így lehet törni. Volna valami fegyvert. Fegyvert találni. Shit! Itt maradtunk. Jaj, akkor muszáj valahogy kiszabadulnunk innen. Ezt a kötelet nem vihetem magammal, ez biztos jól jönne. Knife. Hát a semminél több. Tudok védekezni is. Mit ír erről? Values knife with a large blade. Tehát egy igencsak használt kés hatalmas pengével. Jó, hát annál jobb. El tudom tenni? Nem, mindegy, hát jobb is, hogyha a kezemben van. Na jó, törjük akkor ezt szét. First aid med. Aha. Jó, hát most rendben vagyunk. Ja, itt jelzi az életerőnket. Medicine that fully heals all wounds. Aha. Tehát ez az összes sérülést meggyógyítja, úgyhogy akkor ezt majd úgy kell beosztanunk. Did they just run out of the house? Mi az durva, hogy ebből még enni lehetne, annyira friss. Sőt, még az előző házban gőzölgött is a leves. De tényleg, mintha mindenki elszaladt volna, mintha valami hirtelen történt volna. Ha mögött van valaki, érzem. Who are you? Who sent you? Nobody. There was an accident down on the road and... What's going on? Kellett neked lövöldözni. Mi a sós puska? Oh no! Rendes sörétes. They're coming. Who is? What the hell was that? Do you have a gun? What? Please tell me you have a gun. No, why would I? Valami elvitt. Jó kis megállapítása.
Holttestek. Több is. Legalább 6 halott. Hú, te jó ég. Na van most már legalább pisztolyunk egy tárlőszerrel, ez is valami. Itt ír erről. Egy pici félautomata pisztoly. Gondolom 9 mm-es handgun. Sima kézilő fegyver töltény. Tehát akkor van egy tartalék lőszerünk, jó van. Nem lehet pakolgatni? Ja, shift-tel lehet. Aha. Á, de jó, jó. Aha. Jó, akkor úgy fogom, hogy 1-es, 2-es, sörétes most ide jön majd. Bár franc tudja, lehet, hogy... De majd meglátjuk, hogy fogom pakolgatni. Na. Szerintem a kés az elég lesz most még. Csak nem fogunk most ilyen, egyből ilyen boss harcokat vívni. Mennyi hulla. Az a valami, ami idehozott minket, valószínűleg meg akar enni majd a későbbiekben. Bár mondjuk ennyi holttestet nem tudom miért akarna, ó. Felhalmozni. Jesus Christ! Mindenki meghalt. Csak mi nem. What the hell is wrong with this place? What's an idea? Get off! Jól kezdődik ez a játék is. Hogy szerzem vissza az ujjaimat? Öregem, nincs ujjam. Várj csak, most lehet, hogy ezt ugye felhasználom. Chem fluid. Tudok craftolni majd, igen, ez már csak ilyen ízű növény kell. Igen, chem fluid, meg növény. Ez gunpowder, rusted skin, jó lesz ez. Tudom meg craftolgatni. Ja, csak az ujjamat kapjam visszafele. Na már most craftolunk is egyet. Nézzük, hogy működik. Tehát ilyet akarok, igen. Crafter. Wow! Hát az életerünk az teljesen rendben van. Hiány, pár újunk hiányzik, de hát kinek van szüksége? Újakra érzünk. Kíváncsi vagyok, hogy ezt vissza fogjuk-e kapni az ujjainkat. Mert azért így egy ilyen nagy küldetést elkezdeni, hogy hopp, egyből learapják a fél kezünket. Radék. Segbe is szól, ami párszor lesz. Hogy bírta? Hát így majd két tárat belelőttem majdnem. Aha, ja, mint az a csíptetőre van szükség. Óriási köröm csíptetőre, azzal kell majd lenyisszantani, gondolom. Anyád. Hangeffektek.
Ja, Bolt Cutters. Igen, a jó öreg Bolt Cutter. De vajon ezt nem lehet stackelni? Vagy ez két külön dolog, nem ugyanaz. De lehet, hogy jobb által kell. Hát az áltat mondja, hogy az által lehet. De az nem csinál semmit. Na mindegy, majd még ezt tanulmányoznom kell, hogy működik egész pontosan. Igen, nincs túl sok történjünk. Még sürgősen lőszert kell találnunk. Ezeket a söréteket nem tudom felvenni, mert elég pici sörétek, ezeket itt ejtette el a fickó, amikor felrántották. Elég pici sörétek, valóságban nagyobbak. Na jó, megvan a Bolt Cutter. De valóságban egyébként én találkoztam már ilyen Bolt Cutterrel, és tényleg veszettül durva. Szóval ilyen hatalmas, nagyon hosszú erőkar van ugye. És akkor azzal így könnyed, csak így ennyit csinálsz, azzal levágod egy embernek az ujját simán. Nagyon durva. Főleg, hogyha még jól ki is van élezve. Na jó, menjünk, fedezzük fel. Ruháint kezdődik. Hey, rendőrség! Kezeket fel! Nem meggyőző úr. Nothing. Ha el lehet barikározni, jajjaj. Ha? Ja, el van barikározva. Más is el kéne. Lőszer! Hello? Valami meghalt. Próbáltam finoman felmenni észrevétlenül. Hát nem jött össze. Ez mi? A chem fluid. Jöhet. Jöhet minden mennyiségben. Thank you.
Crystal Skull. Crystal remains a sharp fanged creature. Aha, tehát vagy el lehet adni, gondolom. Na csak azt, hogy jussunk ki. Is it over? Nagyon remélem, vége van. If there are any survivors out there, come to my... to Louisa's house, near the fields. Survivors? A mezőkhöz közel Louisa házához kell menni, azt mondja a csaj. Hogy a túlélők ott gyülekeznek, hát akkor menjünk. Menjünk oda. Hát ezek a sárga ragasztó, ilyen szikszalagszerű cuccok jelzik azt, hogy lehet használni tárgy. Nem is rossz. Ilyen jelölési mód. Mert nekünk is valamit ki kell találni a játékunkba. Spesz. Hopp, remélem, hogy... Az ujjaimat vissza akarom kapni. Kell kerülni őket valahogy. Ott is van egy... kettő is van. Ajja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 jj
Hogy a Google-ba mélyek, akkor nehezebben vesznek észre, szerinted? Másik oldalról van bezárva. Szuper. Óvatosan megpróbálom kinyitni. De persze, hallja, nem is innen kell, akkor... Ejjjjjjjj. Hát legfeljebb, nem tudom, mit kéne, hát ha nem vesznek észre. Ja. Unlockoltam. Tehát itt már legalább tudunk közlekedni. Az úgy kettő is van ott fent. Ott van egy törhető tárgy. Luisa házát kéne megtalálni, most várja, van térképünk például. M betű, aha. Ja. Hogy lehet mozogni? Középső görgőt kell nyomva tartani. Hülyeség. Igen, a történetet meséli el, hogy mi történt eddig. Mi átlelőtték, meg ilyenek. Fuha. Nem tudom, hogyha most meghalunk, akkor onnan kell folytatni. Van egy olyan érzésem, hogy... Hát tudod, felszal, beszaladjak oda? Egyáltalán ki lehet ott nyitni az ajtót, vagy van nyitott, izé? Lehet, hogy nem vesznek észre. Nyugi van, nyugi. Nyugi, 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 nyugi. Huh.
Elijesztettem volna. Na, pont egy tárlőszörünk van. Gondoltam, hogy valami ilyesmi lesz. Uhú! M18. Okay. Dammit. Hány sörét van benne? Kettő? Herb? Herbie? Mi ez? Gunpowder? Oh yeah. Pisztolylő szar tudunk majd csinálni, gondolom belőle. Jó. Ne bántsanak. Majd bezárni ezt a szart. There's no end to them. Szart kell csinálni most. Mellesleg. Csókolom.
te meg ki vagy. Ha jól értem, így is úgy is elkaptak volna, vagy most ez mi? Azzal, amit fogsz csinálni, öreg. Még tudom, hogy mindenképpen elkapnak, akkor lehet, hogy nem használok fel annyi cuccat. Kemikáliát, meg minden lőszert. Ó, egy boszorkány. Not liking this. Kraftoljunk. Kicsit körülnézek itt, mert a nagy szaladgálásban szerintem lehet, hogy valamit elhagytam itt, hátrahagytam, vagy nem. Inkább menjünk a bossi után. De hősiesen küzdöttünk, nem? De hamarabb rájövök erre a védekezésre, akkor lehet, hogy még el is picsázom őket. Mondjuk azért nem hiszem, hogy sikerült volna, de... Ja. Valami van. Examine. Hát el van gunpowderrel. De akkor ezt... Akkor ezt nem is kéne bántani, hanem lefeszíteni valahogy a vasat, ezt a fémet. És akkor ebből rengeteg pisztolylőszert lehetne csinálni. Nem? Helyet csak bele lehet lőni egyet. Shotgun ammo. Hoho. Mennyi fér vajon bele? Jó, hogy nem mentem egyből utána. Körül kell nézni. Még ott az elején még ott volt valami ilyen feltörhető cucc is. Emlékeztek? Oda is még vissza kéne menni. Gyanítom, hogy ott vannak finom dolgok. Igen, a Space Felén ugrani szeretnék egyébként, de nem lehet ugrani ebben a játékban, ahogy elnézem. Ez az. Pisztolylőszar. Innen jöttünk. Tudom, mit itt hagytam? Oh, rusted crap. Aha. Jó, kem fújt hiányzik. Elég érdekes animáció. Doboz. Pisztolylőszar. Family photo. Aha. Ide kell beilleszteni valami eszközt. Na tehát még mielőtt követem azt a bonyát, tényleg nézzünk már körül egy kicsit. Ne hagyjunk itt minden cuccot, mert... Azt tudnám, hogy lehet menteni. Vagy egy húzamban kell végigtolni az egészet? Csak lesz egy 18 órás gameplay videó. Na jó. Nézzünk körbe-körbe.
Ez a tűzeffekt egy picit megfogja azért a gépemet, főleg így, hogy OBS-sel még veszem is cuccat folyamatosan. A rezervoár. Hát eljöttük olyan nyugodt, mehetünk tovább. De nem vissza kéne menni, pedig vissza akarok menni, fel akarom törni azt a szarrat. Na bocsi, lehet, hogy most ezzel untatlak titeket, de... szeretek így rájönni dolgokra. Ez a zöld kuka hogy nem illik ebbe a környezetbe. Arra ment a bossi. Zárva van, de majd gondolom, hogy ilyen kulcsot kell találni. Azzal tudunk később visszajönni. Persze lehet, hogy még azt a zárat sem tudom feltörni, mert az is majd később kapunk valami cuccat. Gyanítom, hogy nem először járunk erre. Nem lehet kinyitni valamelyiket? Ezt még szerintem nem jártunk. Hú, szegény ló. Ja, de itt, igen, itt volt. Voltunk már. Viszont ott fenn még nem voltam. Minden ilyen koszos, mocskos, förthelmes. Ráadásul meg vagyunk sérülve. Ájjjáj. Valami legyen már itt fent. Kérlek. Valaminek lennie kell. Valami van ott. It's full of gunpowder. Ja, falon keresztül megvizsgáltuk a hordót. Szuper. Ennyi volt. Hát akkor menjünk a bossi után. Nem is nagyon tudok tájékozódni most. Merre van? In life and in death. We give glory. Hello? You shouldn't be out here. It's not safe. What the hell? Hey, can you hear me? It's you? The child's father. Child? Hey, wait. Do you mean Rose? Is she here? Rose! Rose, yes. She is in great danger. Since Mother Miranda brought you to the village, we have fallen into darkness. What are you talking about? The monsters? The bell heralds danger. They're coming! No, wait! Where's Rose? Who's Mother Miranda? The bell tolls for us all.
They're coming again! Rose is here? Mit rajzolt ide? Szóval jönnek megint ezek a rohadékok. Úgyhogy jobb, hogyha menekülünk. Tényleg ez a vignett effektet, ezt kikapcsoltam, de ha mindig locsoljuk akkor magamat megint, akkor ez így megszűnik. Majd ebben arra kell figyelni, hogy ne locsoljam szana szét magamat. Na, olyan szép virágok. A gyönyörű festmény, ez megint itt van. Csak a lám. Hú, miféle szeász, szertartásokat tartottak itt. Miféléket? Hol lehet menteni? Easy to pick lock. Na jó, de mivel pikkeljem? Ha lefejelem, az kinyílik. Oh, great lichens! Oh, nagyszerű vérfarkasok! Hát ilyen szörny... Régi, öreg szörny farkasok. Hát a Fabled az ilyen... ilyen mendemondából való, tehát ilyen... Nem tudom, ezt hogy fordítsam. May they come to eat our flesh. Eljönnek megenni a húsunkat, és széttépnek minket. Jó. Oké. Chem fluid. Beleállok a kör közepére. Kör közepén állok. Körbevesznek jó barátok. Körbevesznek jó barátok, s rosszak. Ennyit erről. Menjünk tova. Mi van itt hátul például? Nothing. Na és itt? Itt találok-e valamit? Szétverni valót, nem? Egyébként na, marha jó ki lett építve. Tehát tényleg olyan falusi feelingje van. Szinte érezni lehet az illatát. A sáros útnak. Stb. Stb. És stb. Gunpowder. Noá, ceremony site. Milyen sorrendben kéne körülnézni. Messze szobrot. Egy hölgyet ábrázol, aki kardot tart a kezében, meg pajzsot. Lehet vele valamit csinálni, nem? Na, amikor honnan jöttünk? Tehát igen, innen jöttünk. Na, akkor ott a jobb kéz szabály. Locked from the other side. Másik oldalról van bezárva ez zajtáú kapu. Így. Ezzel nem sok mindent tudok kezdeni. Szóval Rose lehet, hogy itt van valahol. A kislányunk. Jó, nézzük meg a temetőt. Másik oldalról van zárva ez is. Hát, nem sok lehetőséget ad nekünk a játék. Itt is van egy temető. Van. Éva, 1909. június
1909 júniusában született, és 1919 augusztusában halt meg, 10 éves korában. May you slumber for only a short while. Nyugodj békében egy darabig. Ez valamiért fontos ez a sír. Melyik volt ez? Ez volt az. Többinél nincs ilyen hírás. Itt van egy körbe. Guess this leads to the castle. Azt mondod. Semmit nem tudok berakni. Hát ilyen három koron hiányzik, kettő. És ez az a kastély felé. Tehát egy női fejet kell találnom. Meg egy démon fejet, ha jól látom. Hát a női feje, végül is ott van a szobor. Nem tudom, hogy annak a fejét le kell tépnem. Hú, ez a kontroll, ez nagyon rossz helyen van, mert azzal akarok googolni. Nem a C-betűl, és rengeteget fogok pocsékolni szerintem ilyen gyógyító kemikália tekintetében. De mikor tudok már menteni, vagy hogy... Hogy lehet menteni? Most lassan be kéne fejezni ezt a részt. Úristen, ez is hol vezet? Nem mondom, az elég kísérteties hely. Azt a rohadt. Ja, you suffer to save your progress, aha. Jaj, de jó. Nem kell ink libban hozzá, mint a Resident Evil 1-ben. Na, akkor itt, ha minden igaz, mentettünk egyet, ugye? Azért megnézem, igen. Jó. Úgyhogy innen fogjuk folytatni, kedves testvéreim, a Resident Evil Village-t. Hát eddig jó, eddig azt kell mondjam, hogy érdekes, érdekfeszítő, és kíváncsi vagyok, hogy mit hoz a jövőben még pluszban. Hú, van itt még egy kis jegem, ezt felhasználom, ugye? Kis itók a gyártáshoz. Kraftolok egy kis üdítőt. Na, hogyha tetszett a videó, akkor légy lájkoljátok, osszátok meg Facebookon, Twitteren, iratkozzatok fel a csatornámra, és fontolóra vehetitek a Patreonon keresztül történő támogatásomat is, mert megérdemlem. Na, akkor még egyszer köszönöm a figyelmet, és akkor lássuk a támogatóimnak a listáját, aztán a következő résznél remélhetőleg találkozunk. Sziasztok!